Szent Cecília szűz és vértanú, a szent zene az egyházi zene védőszentje, már életében is nagy hatást gyakorolt az egyházra, sőt az egyházon kívüli személyek életére, lelkiségére is. Varga László atyát köszöntöm a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen, szeretettel köszöntök én is mindenkit! Szent Cecília életszentségéről és lelkiségéről fogunk most beszélgetni a következő percekben. Milyen szerepet töltött ő be, körülbelül ugye a második század környékén, amikor ő élt az egyházi életben? Azzal kezdeném, hogy Szent Cecíliával én is személyes belső lelki kapcsolatban vagyok. Tehát nem csak egy elméleti fejtegetést szeretnék itt előadni, vagy pedig, amit a történelemből szinte mindenki tud, azonban mégis érdemes visszanéznünk arra a bizonyos második századra, hiszen az a keresztény üldözések kora. Szent Cecíliának is megvolt a baráti köre, megvoltak a rokonai, sőt vőlegény, aztán házastársa lett, akik vállalták a Krisztussal való kapcsolatot, és hol titokban, hol pedig nyíltan megvallották Krisztus istenségét. Hogy Krisztus nem csak egy egyszerű ember, hanem ő valóságos Isten. Akkoriban a vértanú akták bizonyítják ezt, hogy akkoriban a római birodalomban nagyon sokakat bíróság elé állítottak, és nem az volt a céljuk, hogy minél többeket kivégezzenek, hanem hogy hittagadásra késztessék őket. Ez alatt azt kell értenünk, atyám, hogy azt kérték ezektől az emberektől, hogy tagadják meg Jézusnak az isteni mi voltát? Pontosan erről tehát van szó. Tehát ő csak egy ember. Igen, Isten, igen. Isten. Ezzel azt akarták hangsúlyozni, még csak nem is Krisztus ellen irányult ez, hanem a császár fölmagasztalását célozta ez, hiszen azt akarták kidomborítani és hangsúlyozni, hogy a császár az Isten, a legfőbb Isten a birodalomban, a hatalom, nem csak politikai, hanem ideológiai értelemben is. Most itt van ez a rivális, a Krisztus, akit nem is látnak, akit valamikor keresztre feszítettek, mint egy rabszolgát, és van egy kis szekta, akik bujkálnak a katakombákban, és különféle lakásokban kenyeret és bort esznek és isznak, és azt állítják, hogy az Krisztus teste és vére, és ezeket el kellene némítani, és elhallgattatni. Na hát most Cecíliát is bíróság elé állították, és mivel ő még ismerte valószínűleg azokat a kortársakat és szemtanúkat, akik találkoztak Krisztus, Jézussal? Akik találkoztak Jézussal, és akik Krisztus csodáit láthatták, vagy éppen az ő ige hirdetését hallgathatták, vagy a feltámadása után nagyon sokaknak megjelent, és lehet, hogy Cecíliának is talán a szülei, nagyszülei vagy ismerősei ezek között voltak. Tehát ő is még első kézből tudta, és meg volt győződve arról, hogy Krisztus valóságos Isten, és inkább érdemes meghalni, a földi életünket odaadni, mintsem, hogy megtagadni Krisztus istenségét. Én ezt látom Szent Cecília életében a leglényegesebb tanúságtételnek. Milyen történet kötődik ahhoz, hogy tulajdonképpen ő lett a szent zene, vagy az egyházi zenének a védőszentje? Az ő kultusza és tisztelete végig húzódik az egyháznak az egész zenetörténelmén. Kezdetben természetesen nem a zene védőszentjeként tisztelték őt, hanem a vértanúsága miatt. Azonban, ahogy teltek, múltak az évszázadok, és bontakozott az egyházzenei fejlődés is, már a 6. században Nagy Szent Gergely pápa egy nagy akciót szervezett, és összegyűjtötte a különféle régiókban használatos gregorián antifónákat, anyagokat,
és már akkor nagy tisztelői voltak ők Szent Ceciliának. Aztán, ahogy pörgetjük, most nincs hosszan időnk arra, hogy a történelemről beszéljünk, de hogy pörgetjük az évszázadokat, ugorjunk talán a 16. századra, karolingok korában is nagyon fontos volt Cecília kultusza, de a 16. században, amikor Palestrina Rómában egyházzenei reformot akart elindítani, ő is Szent Cecília oltalmába ajánlotta ezt az ügyet, és valószínűleg ebben a korban választották őt az egyházzene védőszentjévé, mégpedig hát egy nagyon érdekes módon a Zsolozs Májának az egyik antifónája arról szól, hogy cantantibus organis Cecilia Dominum fiat cor meum immaculata. Lefordítom azért, hogy Szent Cecilia orgonával dicsérte az Urat, és a szívében énekelt, hogy legyen az én szívem tiszta és szeplőtelen. A szívében, lelkében énekelt, ez a lényeg. Nem biztos, hogy ő orgonált. Nem is biztos, még hogy énekelt. Még az sem biztos, hogy énekelt, bár lehetséges. De ennek alapján aztán ebben a korban őt választották az egyházzene védőszentjéül, úgy, ahogy mi is választunk bérmálási védőszentet. Vagy a szüleink választanak nekünk a kereszteléskor védőszentet. Tehát nincs ebbe semmi különleges dolog. Aztán később a 20. század elején Szent 10. Pius pápa az úgynevezett Ceciliánus egyházzenei reformot is az ő pártfogásába bízta. Ez arról szólt, hogy vissza kellene térni, mivel elvilágiasodott az egyházi zene, vissza kéne térni a forrásokhoz, a gregorián énekhez, és a 16. századi reneszánsz vokálpolifóniához. De a II. Vatikáni zsinat is átvette ezt, és ugyanebben a szellemben és szemléletmódban Szent Cecília közbenjárását kérve az ő oltalmába ajánlották ezt az ügyet. Ma, hogyha valamilyen nehézségünk folytán szeretnénk Szent Ceciliához járulni, vagy a közbenjárását kérni, akkor miben fordulhatunk ő hozzá? Nem csak zenei ügyekben, hanem elsősorban abban, hogyha családban konfliktusok vannak, vagy pedig, hogyha szeretnénk valakit a hit útjára elvezetni, mert ő egy hittérítő volt. Először is a családban azért volt konfliktus, mert a vőlegénye, akit neki szántak, ő nem volt keresztény. De Ceciliának nem csak a szavai, hanem az élet módja és a lelkisége, lelkülete által megtért. Valériusnak hívták egyébként a vőlegényét. Sőt, a vőlegényének a testvér, az öccse, ő is megtért. Tehát az egész családban nagyon sokan rátaláltak a Krisztussal való személyes kapcsolatra. Tehát találkoztak. Ez nem egy elméleti dolog. Az egy személyes, belső, lelki találkozás. Hogy Krisztus ránk talál, vagy mi rátalálunk Krisztusra, és létrejön a kapcsolat. Na most ez általában manapság is a családokban a legnehezebb. Idegenekkel sokszor könnyen beszélünk vallási dolgokról, vagy a lelki életünkről, de talán a legnehezebb éppen a családban és a rokonságon belül. Hát, hogyha van ilyen nehézségünk, akkor bátran kérjük Szent Ceciliának a közbenjárását és segítségét. Természetesen zenei ügyekben is, mert nyilván nagyon sokan zenészek, énekesek hallgatják most ezt a beszélgetésünket. És most akkor a pandémia kapcsán talán kérhetjük Szent Cecília közbenjárását, hogy óvja meg a zenészeket is, és vigyázzon rájuk ebben a nehéz időszakban. Rászorulunk mindig az ő közbenjárására, és hozzátenném azt, hogy csodák sorozata bizonyítja évszázadokon keresztül, szinte mindig és folyamatosan a mostani korban is, hogy az ő segítségül hívásával és az ő közbenjárására sokszor csodák történtek, nagyobb csodák is, de kisebb csodák is.
hogy pont úgy alakult valami, ahogy kellett, pont véletlenül úgy történt, vagy éppen nem történt valami, ahogy kellett, vagy nem kellett volna, és így tovább. Én magam is szoktam az ő segítségét kérni, tehát az egész egyház történelmet végig kísérik az ő közbenjárására létrejött és megvalósult csodák. László atya, ugye a Szent Cecília kórus kapcsán is kérdezem azt a karnagyaként, hogyan adja át a fiatalabb generációnak, de nem csak a fiatalabb generációnak, másoknak Szent Cecília lelkiségét itt a zenével kapcsolatosan, ezt a belső, hogy ő belül énekelte és belül érezte azt a pluszt, azt a szakralitást, ami a zenében van, és az Isten kapcsolatot. Ezt hogy lehet átadni akár a fiatal kántoroknak vagy egyházzenészeknek? 12 éves voltam, 7. osztályos, amikor egy jezsuita atya, Németh Tibor, megkérdezte, hogy szeretnék-e pap lenni. Egy 12 éves gyerek meglepődik az ilyen kérdésen, és mondtam, hogy nem, én olyan legyek, mint a Tibor atya, bár már akkor én csodáltam őt, és ugye, rajongva szerettük őt. Azt mondja, zenélni szeretnél megtanulni? Orgonálni? Mondom, azt igen. A papi pályára is és a zenei pályára is ő állított rá. Szent Ceciliáról is ő tőle hallottam először, és ő gyermekkórus szervezett belőlünk akkor a 70-es években. Az bizony, hát veszélyes dolog volt. De volt felnőtt kórus is, voltak illegális fiatalházasok közösségei, 64-en voltunk minisztránsok, ez Felsőgödön történt, és volt egy kármelita atya, Rumi Tamás atya, akit pedig, megmondom úgy, ahogy van, el akartak tenni láb alól az 50-es években. És egy kármelita nővér, Szita Irénke, 3 év börtönt viselt azért, hogy megmentse a Tamás atyának az életét. Őtőle is nagyon sok mindent kaptam, az egyházzenei élettel és ízléssel, a Gregorián megbecsülésével és a klasszikus polifónia értékével kapcsolatban indításokat. Tehát egy ilyen lendülettel indult az én zenészpapi életem, ami érzelmileg is és szellemileg is egy muníció az egész életemre. És ebből táplálkozik az, hogy most Vácon, 20, nem akarom magam fiatalítani, 36 éve vagyok a Váci Székes Egyház karnagya, de úgy érzem, mintha csak 26 éve lennék, hála Istennek, mert mindig fiatalok között vagyok. 10 évvel ezelőtt elindítottam a Székesegyházi kórusiskolát, 230 gyerek 3 kórusra osztva rendszeres liturgikus szolgálatot végez, nem csak azért, hogy profi módon énekeljenek a gyerekek kóruszenét, hanem hogy ezáltal kapcsolatba kerüljenek a templomi szolgálattal, és azon keresztül pedig személyes kapcsolatba kerüljenek a Szentmisében Istennel, Jézussal. És van mellette a Szent Cecília kórus, amely 1955-ben alakult, az elődöm dr. Huszár Dezső atya, aki később kapucinus provinciális lett, ő szervezte 55-ben, a Rákosi rendszerben. Azt mondták rá, hogy biztos igen, nem egészen komplett, és így tűrték el tulajdonképpen, hogy hadd buzsikálgasson. Hát azóta a Cecília kórus az ország legnagyobb egyházi énekkarává vált. Ő 32 évig vezette, és amikor ő aztán a kapucinus rend vezetését átvette, akkor átadta nekem, 25 éves voltam. Tudtam, hogy mit kezdjek, mert voltak előzmények mindenhol az előző helyeimen is. Szerveztem énekkart, és tulajdonképpen az énekkarok szervezése vált, és az énekkarok vezénylése, vezetése vált lelkipásztori eszközömmé. A főpásztoraim is ráállítottak erre. Örülök neki, bár nem én akartam, de így alakították az életemet.
Varga László atya, köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, hogy kicsit rá tudtunk világítani arra, hogy Szent Cecília lelkisége hogyan tud még ma is élni, és hogyan tudunk hozzáfordulni a mindennapokban. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.